A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, a történelem polgárháborúiról, a nagy diktátorokról szólt a Mátyás Corvinus Kollégium legutolsó előadása. A köztérben erre kalauzoljuk el Önöket, tartsanak velünk! Nyilván mindannyian tudjuk, a diktatúra az Ókai Rómától származik, amikor háborúztak, akkor valaki rábízták, ez a római alkotmány része volt, hogy egy éven keresztül, amíg a háború zajlik, addig teljhatalmat gyakorol valaki, utána pedig számon kérik tőle ezt, és el kell számolni a tetteiért. Tehát nem egy élethosszíglan tartó diktatúra volt, hanem egy szükséghelyzet. Így került be a diktatúra fogalma a modern forradalmak szókincsébe, szótárába is. Itt a forradalmakról kell azonban néhány szót mondanom kezdetbe, utána majd átérek a forradalmi diktatúrákra, a proletár diktatúrára és egyéb ilyen borzalmas szó csinálmányokra. David Armitage, amerikai történész hívta fel arra a figyelmünket a Polgárháborúk című könyvébe, tavaly jelent meg nálunk a Rubikon kiadó, a Rubikon intézet kiadásába, hogy a forradalmak azok voltak éppen, és ez egy olyan gondolat volt, ami nekem nagyon tetszett, mert már régóta gyanakodtam erre. Tehát, hogyha a forradalmakat vizsgáljuk, akkor azt veszük, hogy a történelemben rengeteg olyan eset volt, amikor föllázadtak az elnyomottak, valamilyen csoport fegyvert fogott az állam hatalom ellen, nagyon komoly harcok folytak a városokban, szegények a gazdagok ellen, a régiók egymás ellen, sose neveztük őket forradalomnak, hanem minek neveztük polgárháborúnak. És a római birodalom óta, a Gracchusok polgárháborúi óta, a két triumvirátus polgárháborúin keresztül, Cézártól Augustus egyeduralmáig, a polgárháborúk voltak a legborzalmasabb korszakok. Ezt egészen elfogadta a modern, elfogadta a középkori történetírás is, vagy abból kiindul, hogy monarchiával kell véget vetni ezeknek, vagy a régi római republikánus elvek szerint, hogy a respublika volt az igazi kormányforma, és ez a zsarnoksághoz vezetett egyszemélyi uralomhoz, vagy keresztény szempontból, hogy csak az igazi istenhit, az igazi kereszténység vethet véget a polgárháborúknak, és így tovább. Egészen a 17. századig a polgárháború volt a visszatérő csapás, amit el kell kerülni, ami rossz, ami pusztulást okoz. Shakespearenek van a 6. Henry király drámájában egy ilyen rész, amikor egy apa megtalálja, a rózsák háborújól szólnak ezek a drámák, apa megtalálja a fia holttestét a polgárháború csataterén, és mellett egy fiú megtalálja az apja holttestét. Tehát ezek az események egészen 17. századig csak szörnyűségek, elkerülendő katasztrófák a történelemben, visszatérő katasztrófák. A 18. században változik meg ez a gondolatmenet, és innentől új nevet kapnak ezek az események. Az 1600-as évek, amit mi angol forradalomnak nevezünk, azt a kortársak közül senki sem nevezte forradalomnak, azt legalábbis, amit mi úgy nevezünk, hanem polgárháborúnak nevezték, hanem a Cromwell hívei az igaz reformációt való harcnak, hanem a királypártiak hívták pártütésnek, és amikor a Cromwell halála után pár évvel, 1660-61-ben visszatér, 1660-ban a lefejezett király fia, II. Károly, akkor Clarendon earlje, a Lord Kancellár megírja a polgárháborúk történetét, és a király visszatérését nevezi forradalomnak, revolúciónak. Nagyon érdekes. Tehát a revolúció szót Kopernikus hozza be a tudományos nyelvezetbe 1500-as évek közepén, 1540-valahányban írt Égi pályák körforgásairól című könyvével. Itt a revolúció a teljes körforgás jelenti, valami visszatér az eredeti állapotba. Nem a mai értelemben valami újdonság, radikális változás, hanem visszaállás. Hát a revolver az a forgópisztoly, igaz? Ezt a jelentést megőrzi az egész 17. századig, 17-18. Századig ez a szó. A 1661-ben Clarendon Earl azért használta, mert hát helyre állt az előző át, amikor a király a parlamenttel kormányoz. Ezt tekintették az eredeti normális állapotnak, ez áll helyre, azon mi ma restaurációnak nevezük a régi rend a királyság helyreállításának. Telnek múlnak az évek, és a
1660-ban a tróna kerülő király II. Károly öccse II. Jakab megint elveszíti az angol társadalom bizalmát, katolicizmussal, abszolutizmussal vádolják, és 1688-ban meghívják a vejét, hogy beszélje a király a politikája megváltoztatására. Orrányai Vilmosról van szó, holland helytartóról, aki megérkezik egy flottával, és a feleségével, aki Jakabnak a lánya. Jakab elmenekül Angliából, és Orrányai Vilmos és Mária átveszi a hatalmat. Ez viszonylag vérontásmentes volt, legalábbis az, ami angolokat illeti Angliában, a skótoknál volt egy kis vérontás, meg az íreknél is, de ez angolokat nem érdekelte. Ezért elnevezték az eseményt dicsőséges forradalomnak, mert megint csak helyreállt az az állapot, hogy a király a parlamenttel kormányoz. Ők úgy érezték, hogy most valami visszaállt az eredeti állapotára. És elkezdik használni ezt a revolúció szót, majd kiderül, hogy nagyon sok minden megváltozott 1688-89-ben, például a parlament szerepe állandósult, például pár éven belül nemzeti bankot hoznak létre, egységes földadót hoznak létre, sajtószabadságot hoznak létre, kimondják a bírák függetlenségét. Gyakorlatilag létrejött a hatalom megosztás, király, parlament és a bíróságok között, törvényhozás, végrehajtás, igazságszolgáltatás között, és ezért egyre jobban dicsőítik a 688-as forradalmat, fokozatosan már úgy, hogy újdonságot hozott, hogy milyen nagyszerű dolog volt, és a 18. század ez a fogalom jelentésébe belekúszik lassan-lassan a változás, az újítás. És amikor Nagy Katalin megbuktatja harmadik Péter cárt a férjét, ezt már forradalomnak nevezték el a francia lapokban, és amikor különböző államcsínyeket hagytak, ugye uralkodók, akkor forradalomnak nevezik, hogy fordulat értelmében. A döntő fordulat az az amerikai polgárháború, mi úgy nevezzük, ők maguk forradalomnak nevezték el, és a teljes zűrzavarért. 1775-ben föllázadnak a gyarmatok, igaz? És 75-ben még azzal vádolják a királyt és a brit kormányzatot, hogy polgárháborút szítanak azonos birodalom, azonos uralkodó állampolgárai között, ez milyen szörnyű. Ez a vád, hogy összetartozó emberek csapnak össze, majd a következő évben, 76-ban elkezdik használni a forradalom kifejezést, akkor már nem állampolgárok közti, hanem egy egészen új világot hozunk létre, megfogalmazzák az új eszméket, vagy hát nem is olyan újakat, de nagyon szépen foglalja össze Thomas Jefferson, új világot hozunk létre, a protestantizmus meggyőzésé, egy város leszünk a hegyen, az egész világ minket követhet, és így tovább. A megújulás fogalom teljesen megjelenik. Nagyon érdekes, hogy egy szónak ellentétébe fordul a jelentése. És amikor a francia forradalom elején elfoglalják a Bastille-t, 16. Lajos királyt másnap azzal ébreszti föl Laos Foucault, Liancourt herceg, felség a nép elfoglalta a Bastille-t. Ez minden forradalomról szóló filmben benne van, mert olcsó, nem kell hozzá más, csak egy ágy és kész színész. Felség elfoglalták a Bastille-t, de akkor ez egy lázadás, kérdi a király. Mais c'est une révolte, non c'est une révolution. Nem felség, ez egy forradalom. A francia forradalommal teljesen bejön az újítás, az új világ létrehozása, a régi rend fogalom megjelenik, felszámolnak mindent, a felvilágosodás hatására egy új felvilágosult nemesi papi polgári, szándékosan így mondom, mert ez nem polgári forradalom volt, hanem a vezető rétegében papok, nemesek és polgárok egyaránt szerepeltek. A felvilágosodás elitje úgy dönt, hogy a múltat teljesen el kell törölni, a teljesen új világot hoz létre, ebből aztán rengeteg új konfliktus lesz, ami különböző következményei vannak. Idáig a francia forradalom az utolsó ártatlan forradalom, abban az értelemben, hogy nem készítették elő, nem voltak korábban forradalmárok. Ez a fogalom nem is létezett. Mostantól vannak, megjelennek a hivatásos forradalmárok, és hát Bibó István tanulmányai szerint, az egyik kiváló tanulmánya szerint a nagy francia forradalomban jelent meg a két legterméketlenebb emberfajta, hivatásos forradalmár, aki mindent erőszakkal akar elérni, és a hivatásos reakciósak a legkisebb változtatásoktól is retteg. Innentől kezdve a forradalmakat készítik, csinálják, kívánják, önzetlenül és önző módon Petőfi Sándortól Blankig és Leninig, és így tovább. Jó. Szeretnék mielőtt itt elkezdenék képeket mutatni önöknek, két gondolatot közzétenni. Az egyik az, hogy Roger Scruton, brit filozófus, a Times Literary Supplement 2012-es egyik számába találtam egy kiváló mondatát, egy recenzióból.
Legalább kétféle forradalom van, és amikor bálványozni kezdjük e szót, fontos feltenni a kérdést, hogy melyikre gondolunk. Az egyik példája az angol 1688-as, dicsőséges forradalom, és az 1783-as amerikai forradalom, melyekben egy alapvetően törvénytisztelő nép megkíséri meghatározni és megvédelmezni jogait a bitorlással szembe. A másik példája az 1789-es francia forradalom és 1917-es orosz forradalom, melyben egy elit elragadja a hatalmat egy másiktól, majd a terror uralmával szilárdítja meg helyzetét. Két jelenség közt hatalmas különbség, nagy jelentőségű számunkra. Főleg számunkra, magyarok számára, mind a 48-as forradalmunk, mind a 56-os forradalmunk az első kategóriába tartozik. Akár szabadságharcnak is nevezhetnénk mindkettőt. Kossuth Lajos sokáig nem nevezte forradalomnak, mert 48-ban egy reformországgyűlés a hagyományok szerint összeül és meghozza az országot megújító reformokat. Semmiféle olyan dolog nem történik, mint 89-ben, 93-ban. Scruton által emlegetett kétféle forradalom között vannak hasonlóságok, de a különbség is szembeötlő. Az első típusba tartozó események a két magyar forradalom esetében, amerikai függetlenségi háború, vagy itáliai egységmozgalma a Garibaldi megmozdulásai esetén viszonylag gyorsan megvalósítható célokat tűzte ki maguk elé. A függetlenség megvédelmezését, külső hatalom befolyásának felszámolását, vagy a nemzeti egység létrehozását. Jöjjön, vannak itt még ülőhelyek mindenfelé. Ezeket a célokat széleskörű társadalmi összefogással, az erőszak tartós alkalmazása nélkül is el lehetett élni. A forradalmokat pedig viszonylag rövid időn belül le lehetett, vagy le lehetett volna, 56-ban, ha nem avatkoznak be kívül, le lehetett volna zárni. Egy új alkotmány bevezetésével, vagy bizonyos forradalmakból terrorista diktátorokra nem volt szükség. A második típusba tartozó forradalmak, 1840-es angol, 89-es francia, 20. századi orosz, kínai, kubai és így tovább, a hagyományos hatalom meggyengülése robbantotta ki, és a hatalmat megszerezni kívánó csoportok csapnak össze. Én azt hiszem, hogy a forradalmak, ha elfogadjuk azt, hogy lényegileg polgárháborúk, végül is az van mögöttük, mikor tör ki polgárháború, hogyha a központi hatalom elgyengül. Mindig a kormány gyengesége miatt. Vannak forradalmi helyzetek, ahol nagy ellentétek csapnak össze, fenyegető Dél-Afrika, igaz? Évtizedeken át a dél-afrikai apartheid rezsim forradalommal fenyegetett, de a kormány szilárd maradt, a hadsereg fenntartotta a rendet, és akkor nincs forradalom, hiába van társadalmi ellentét. Forradalom mindig akkor, hogyha meggyengül a központi hatalom, vagy ha maga lát hozzá a reformokhoz, mint Franciaország 1789-ben. Jó, tehát a hatalom meggyengülése robbantja ki, és hatalmat megszerezni kívánó csoportok nagyon gyorsan eljutnak a polgárháborúig. Forradalmárok meg voltak győződve arról, hogy a társadalom többségének az érdekében lépnek föl, csak hogy az évszázadok során kifinomodott, humanizálódott társadalmi kapcsolatokat a forradalmak általában felszámolják, és a központi hatalmat megerősítik. Raymond Aron, francia filozófus, az Értelmiség ópoéma című könyvében ezek a második típusú forradalmak a gondot, amikor megfogalmazza, minden felszabadítás magában hordja egy új formájú szolgaság veszélyét. Egy forradalmi hatalom a meghatározásánál fogva zsarnoki hatalom, a hatalomnak az erőszak révén történő megszerzése és gyakorlása, ez a forradalom lényege végül is, olyan konfliktusokat feltételez, amelyek feloldhatatlanok tárgyalása és kompromisszumok segítségével. Más szóval a forradalom a demokratikus jellegű eljárások kudarcát jelenti. A forradalom és demokrácia egymással ellentétes fogalmak. Ezt egy másik nagy 20. századi francia gondolkodó és író Albert Camus, aki nagyra becsülte a magyar 56-os forradalmat, azt mondta, hogy ez állította helyre a forradalmak becsületét, mert ez tényleg úgy zajlott, ahogy a romantikus nemzedék elképzelte, a fegyvertelen nép és a fiatalok fegyvert fognak egy hatalmas elnyomó hadsereg ellen, a zsarnokság ellen. Ez az Albert Camus fogalmazott ugye Lázadó ember című könyvébe, a forradalmi kormányok legtöbbször arra kényszerülnek, hogy háborús kormányok legyenek. Újra és újra fölmerül, ez a forradalom voltak éppen háború, polgárháború, diktatúrához, terrorhoz, ezért vezet. Arra kényszerültek, hogy háborús kormányok legyenek, minél szélesebb a forradalom, annál nagyobb az általa feltételezett háború tétje. Hát akkor, hogy ne csak engem nézzenek, néhány egy könyvemnek a reklámszövege volt, de kiegészítettem. Az 1640-1660-as angliai polgárháborút, amit tudják, ki nevezett először forradalomnak? François Guizot,
francia történész 1820-es években. Tehát elég furva, hogy egy esemény a forradalom nevet 120 év múlva kapja meg. Gizó úgy fogalmazott, hogy hát igazából csak a francia forradalom után tudjuk értékelni az angolt. Itt valami nem stimmel, mert milyen történelmi esemény az, amely kell egy másik országban egy másik esemény is, ahhoz értékeljük, igaz? Jó, tehát ebben a, most elolvastam a legújabb ilyen földolgozás 800 oldalon a angol eseményekről 1640-től, hát a polgárháború hátán így foglalhatnám össze, az angolok között nem csak a királypártiak és a politánok harcolnak egymással, hanem az angolok harcolnak a skótokkal, a skótok között harcolnak a királypártiak a protestánsokkal, a körk, a skót egyháznak a híveivel, az írek között mindenki harcol mindenkivel, közben az írek harcolnak az oda vándorló skótokkal és az ott uralkodó angolokkal, és így tovább. Ez a teljes polgárháborúban végül is Cromwell hadserege veszi át a hatalmat, és persze rengeteg új gondolat, új eszme is fölmerül, az általános választójogtól kezdve, tehát ilyen értelemben a forradalmak a politikai gondolkodás szempontjában nagyon termékeny időszakok, mert hirtelen minden lehetségessé válik. Majd lassan-lassan Oliver Cromwell, ez a szobor áll a angol parlament előtt, ami azért fura, mert hát ő oszlatta fel az angol parlamentet, ugye? Az angolokat ez kognitív diszonancia nem zavarja, úgy látszik. Oliver Cromwell végül is átveszi a hatalmat Lord Protectori címmel, és újra és újra fölkínálják neki a koronát. Szinte magától létrejön megint a régi helyzet, amikor egy személy áll az ország élén végrehajtó hatalom, amelynek van egy tanácsa, mint korábban volt a felsőház, és összehív új és új gyűléseket, különböző parlamenteket, és hát végül is a alkotmányos kiutat, ez egy 20. századi karikatúra Cromwellről, alkotmányos kiutat abba találják meg, hogy akkor Cromwell legyen király, lehetett volna király, többször fölkínálják a koronát, ő ezt nem érezte úgy, hogy ez neki jár, és a halál után pedig nem tudtak más kiutat, visszahívták a száműzött, a lefejezett király száműzött fiát. Jó, nagyon érdekes, már ebbe az angol rendben nevezzük forradalomnak, az angol forradalomba fölmerül, hogy támogatja a nép, ami történik? Kezdetben természetesen bizonyos csoportok mindig támogatták a radikálisokat, majd kiderül, az angol társadalom többsége békét akar és nyugalmat és a polgárháborúk végét. Arányaiban többen haltak meg az angol polgárháborúk során 1640-től 60-ig, arányaiban nem abszolút értékben, mint a II. Világháborúban. Tehát rengeteg áldozata volt nek a polgárháborúnak, és amikor ezt Cromwell belátja, akkor ilyeneket mondott. Az a kérdés, mi jó a népnek, és nem az, hogy mi tetszik neki. Bármelyik későbbi diktátor elmondhatta volna, igaz? Milton, John Milton a költő, az elveszett paradicsom költője, aki Cromwell támogatója volt, így fogalmazott. Jobb, ha egy kisebbség kényszeríti a többséget a szabadsága, kisebbség, többség, oroszul, bolsevik, mensevik, igaz? Ez költői túlzás volt részemről. Jobb, ha egy kisebbség kényszeríti a többséget a szabadsága, mintha a többség a kisebbséget arra, hogy rabszolgatársa legyen. Itt vagyunk. Forradalmak, ezért, ha a többség nem támogat, akkor egy kisebbség, mert ők mivel indokolja? Ők még nem azzal, hogy valami haladásért harcolnak, Isten kiválasztotja, a protestáns elhivatottsága, a tiszta a protestantizmus, a protestánsok körében lévő vallásszabadságnak volt a híve Cromwell nagyon komolyan, a katolikusokon kívül mindenkinek szabad vallásgyakorlatot, biztos zsidókat ő hívta vissza Angliába, mint tudják. Jó, néha Cromwell is a forradalmak legreménytelenebb céljáról álmodozott, az egész emberiség megújulásával. Nem akarok, tehát Robespierre azt mondja majd, hogy az erény köztársaságát hozzuk létre, ugye? Sztálin az, hogy a kommunista embertípust. És Cromwellnél is fölmerül, vallásos nyelvezettel, bár az úr egész népe profétákból állana, kívánnám, hogy mindenki alkalmas lenne az elhívása és elhivatottsága. Hát vannak elhivatottak, akik a többiek helyett kormányoznak. Hogy a lelke mélyén minden ilyen diktátor megjátsza, hogy a nép támogatja, de lelke mélyén tudja, hogy nem. Cromwell, mikor egyszer ünnepelték, és azt mondták, hogy látja, mennyire szeretik, azt mondta egy tábornokának, hogy ha akasztani vénének minket, akkor is így ünnepelnének. Tehát a lelke mélyén a diktátor már akkor tudta, hogy azért nem olyan népszerű. Jó, hát későbbi századok forradalmára ugyanígy a nép életlenségével, megújításának szükségességével, önmaguk elhivatottságával indokolják. Azért volt olyan forradalmár, aki nem vállalta a diktatúrát, és ez George Washington volt, inkább ezt a képet mutatom, ez a
2000 táján készült viaszmásolat, mert mindenki csak azt az öreg egy dollárról való fogatlan bácsi képét ismeri róla. Ilyen volt felnőttként egy nagy darab pasi, inkább John Wayne-re emlékeztetett, mint az öreg fogatlan elnökre. George Washingtonnak újra és újra fölkínálták az amerikai forradalom során, hogy annyi pénzügyi zűrzavar van, akkora ellentétek, olyan válság, hadseregnek nincsen zsoldja, nincsenek takarói, nincsenek fegyverei, erős hatalom kell vállalja a diktatúrát, és ő újra és újra elmondta, hogy nem. Még a koronát is fölkínálni, legyen király. Hát egy alkotmányos királyság, Anglia ma is királyság, ugye? Attól még az parlamentáris rendszer, azt se vállalta, és a háború végén már nem is neki kínálták fel, hanem a tisztek összeültek és megbeszélték, hogy átveszik a hatalmat 1783. március 15-én, könnyű megjegyezni, a Newburgi tiszti gyűlésen, és Washington személyes fellépésével akadályozta meg, hogy hagyományok közé bekerjön a diktatúra, azzal, hogy a tisztek megbeszélték, hogy fogják átvenni a hatalmat, szétkergetni a kongresszust és a többi, és Washington bejött és magyarázkodott, hogy ne tegyék, van itt egy levél, itt van a zsebében, a kongresszus küldte, előveszi, felolvasná, nem tudja felolvasni, előveszi a szemüvegét, és azt mondja, bocsánat uraim, föl kell tennem a szemüvegemet, nem csak megőszültem, majdnem meg is vakultam hazám szolgálatába. Ezután a tisztek elkezdték nyeldekelni a könnyeiket, úgy meghatottak, és határozat nélkül szétoszlottak, és pár nap múlva megérkezett a békekötés híre. Tehát egyetlen becsületes ember személyes fellépése akadályozta meg, hogy az ő hagyományai között is ott legyen a kemény kézzel gyakorolt forradalmi hatalom a nép a többség érdekébe. Ezért Washington tényleg egy különleges személyiség, és tényleg megérdemli a tisztelet, amely részesítik. Na, ez az a karikatúra, amelyet az egy dollárosról készítettek. Jó. Hát nem mindegyik forradalom volt ilyen szerencsés, akadt benne egy pasi, ugye? Napóleon bőven vállalta a diktatúrát 99-ben, és tudjuk, hogy 17-ben az a híres festmény is van, hogy nincs olyan párt, mondják a szocialisták gyűlésre, még vállalná egyedül a kormány, van ilyen párt, mondja Lenin, és lett ilyen párt. Jó. 1789. Kezdettől azt mondanám, hogy a polgárháború jelensége zajlik. 89 nyarán a városokban fölkelések törnek ki, hát nem csak a Bastille-t foglalták el, más városokban is. Új előjárosárokat hoznak létre. Sokkal súlyosabb vidéken a parasság mindenhol fellázad. Az éhség, a remény és a félelem lázítja fel őket. Ez a nagy félelem kora, 89 nyara. Viszonylag kevés halálos áldozattal jár, de a földesúlyi viszonyokat felszámolják, a földesúlyi kötelezettséget nem feszíti be a parasság. Igazi polgárháború dúl fél Franciaországba, és akkor az alkotmányzó nemzetgyűlés ennek a lecsendesítésére eltöldi a kiváltságokat, megfogalmazza emberi és állampolgári jogok nyilatkozatát, és így tovább. Aztán sok olyan lépést tesz, ami már nem ilyen népszerű. Az emberek mit vártak minden forradalomtól? Reformokat, jobb életkörülményeket, nyitott utat a tehetség előtt, mit kaptak, minden hagyományos életkörülményeik teljes felforgatását. Nem mennék bele a francia forradalomba, a lényeg az, hogy a gazdasági élet szétzilálását érték el a papírpénz bevezetésével, a éhező tömegek mindenhol keményebb intézkedéseket követeltek, a másik pedig az egyházi intézkedések borzalmasak voltak, a pápa és a papság megkérdezése nélkül teljesen átfogó egy egyházügyi reformokat vezetnek be, a papság fele ezt nem fogadja el, a hívők fele pedig vele tart, 93-ban újra polgárháború dúl Franciaországba. Egy olyan személyiség van, Jean-Paul Marat, aki már 91-től azt hangoztatja, hogy diktátorra van szükség, katonai tribunt nevezette ki, mert különben végetek van. Hát ez semmi különös nincs benne, ez a klasszikus neveltetésének köszönhető. Az egész 18. század értelmiség a római történelmen nőtt fel, a klasszikus történelmen. Marat követelte ezt először, majd 93-ban meg is valósítja a közjóléti bizottság, amelynek a legfiatalabb tagja, Saint-Just fogalmazott így, a forradalom még csak a kormányzatban zajlott le, nem hatolt be a társadalomba. Kormányzat forradalmi, mint a társadalom, igaz? Ez jól hangzik. Tehát akkor jogos, hogy. Kollégája, Robespierre, hát ez egy 20. századi szovjet festő, ők aztán tudták, hogyan kell egy diktátort lefesteni, ugyebár, imádom ezt a festményt, de hát azért voltak korabeli ábrázolásai is. Ez egy melszobor, kevés ismert, ezt még én fotóztam Párizsba. Robespierre pedig úgy fogalmazott,
hogy nem vagyok sem a nép hírvivője, sem közvetítője, sem tribunja, sem védelmezője, én maga a nép vagyok. Ennyi. 14. Lajos sosem mondott olyat, hogy az állam én vagyok, ez egy 19. századi tankönyvbe született meg, aztán elterjedt. Sőt, azt mondta halálos ágyán, én elmegyek, de az állam örökre itt van. Ez pont az ellenkezője. Ha belegondolunk, nincs is értelme annak a mondat, hogy az állam én vagyok. Jó. Ő pedig ilyet mondott, hogy a nép ő maga, majd megfogalmazta minden utopista forradalmát célját, Robespierre. Megfontolva, hogy a régi társadalmi rendszerünk gonoszsága milyen mélyre sülyeztette az emberi fajt, ez a ők vezetők nagy képűsége, ugye? Meg vagyok győződve egy teljes újjászületés végrehajtásának, és szabad így kifejezni magam, egy új nép létrehozásának a szükségességéről. Hát most nagyon sok korabeli forradalom már azt mondta, hogy kell terror és diktatúra azért, hogy győzzünk a háborúba, szükséges, de rossz, ha győzünk, abba hagyjuk. Na most ő volt, aki azt mondta, hogy nem, ez szükséges és jó, és a háborús győzelem után is folytatni kell, mert új népet kell létrehozni. Na ilyenkor, amikor a cél ilyen távoli lesz, akkor a terror és a diktatúra tartóssá válik. Jó. Francia forradalom által megnövekedett társadalmi elvárások hatalmas csalódáshoz vezettek, mert kiderül, hogy a szegényeknek meg kellett elégedniük a jogi egyenlőséggel. Ez volt megvalósítható. És akkor természetesen fölmerül már a forradalomban egy teljesebb, igazabb egyenlőség létrehozása. Ez Robespierre a kitűnő Abergance filmből, imádom, ha bárki meg tudja nézni, akkor ez általában tudjuk, hogy ki volt, aki vállalta végül is a diktatúrát, úgy hívták, hogy Bonaparte, ugye? És ő nem azt mondta, hogy ő a nép, ő azt mondta, hogy ő a nemzettel azonos. Ezt 12-13-ban mondta, amikor már végleg leáldozott a csillag, hogy én azonos vagyok a nemzettel, tehát imádják ezeket a szövegeket. Bolívar a latin-amerikai forradalmáról kicsit ingadozott Washington és Napóleon szerepe között, végül is a helyi viszonyok miatt Napóleon szerepe jutott neki most ő rá. Garibaldi. Voltak olyan későbbi forradalmárok, akik nagyon-nagyon tisztességesen elfogadták a népdöntését. Garibaldi miután meghódította Dél-Itáliát, egy népszavazás útján átadta a hatalmat Olaszország királyának, kezet fogott a királlyal Viktor Emánuel, és visszatért a szigetére, Caprera-ra, nem vitt más magával néhány doboz száraz makaronit. Úgyhogy ilyenek is voltak, nem ez volt a jellemző. A francia forradalomban merül fel először egy teljesebb igaz egyenlőség, és ez François Noël Babeuf, az első politikus fogalmazza meg, aki összeesküvés szül 96-ban, kommunista összeesküvést, a résztvevők többségének ez a 93-94-es forradalmi diktatúra visszaállítása, csak a vezetők szűkköre tudja, hogy a valódi cél a magántulajdon felszámolása, a teljes egyenlőség létrehozása. Letartóztatják őket, és a terrorista tervek miatt csak a két vezetőt végzik ki, akik nem álltak szóba a bírósággal, de tényleg azt tervezték, hogy kivégzik a képviselet tagjait, 500-ak és vének tagjait, a direktórium vezetőit és másokat. Jó. Babeuf és a harcostársa Filippe Buonarroti, a nagy Michelangelo leszármazottja, Buonarrotit nevezték az első hivatásos forradalmának, eddig mindenkinek volt más foglalkozása, vagy pedig egy földesúr volt, mint Cromwell, aki hát a birtokát művelte. Buonarrotival jelenik meg az, akinek nincs más foglalkozása, mint a forradalom, nincs családja, a forradalomért él, forradalomért hal. Babeuf és Buonarroti az 1790-es évektől használták a proletáriátus kifejezést, de ez valószínűleg a latin jellege miatt terjedt el, a plebejusokkal azonos értelemben használták még a proletáriátust, még nem ipari munkások értelmébe. Jelentése azonos a nép, a szegények, a szankülottok jelentésével, és a egyenlő kiáltványban Babeufék, Babeufnak kell leírni, a elnézést, hogy képet nem hoztam róla, Babeuf hangoztatta, francia forradalom csak előfutára egy sokkal nagyobb szabású forradalomnak, mely az utolsó is lesz. Megjelenik ez az eszme, hogy ha már volt egy forradalom, akkor kell még egy, de az aztán mindent jóvá tesz. Ez Petőfi Sándorig visszhangzott. Nagy idők, beteljesült az írás jósolatja, egy nyáj, egy akol, egy vallás lesz földön a szabadság, aki másval rettentőn lakol, és így tovább, egy nagy harc, ugye? Ez a harc lesz a végső, fogalmazzák meg a párizsi kommuni idején. Jó.
Buonarroti, Robespierre tisztelője, vitte át Babeuf tanait, azt a Robespierre imádatot, diktatúra imádatot a 19. századi forradalmára körébe. Buonarrotinak megvan magyarul az Összeesülés az Egyenlőségé című könyve, az nagy bestseller volt 1820-30-as években. Hogy fogalmaz? Az erkölcsök reformjának meg kell előznie a szabadság élvezetét. Mielőtt a népnek juttatják a főhatalom gyakorlását, általánossá kell tenni az erény szeretetét, önzetlenséggel és szerénységekkel helyettesíteni a kapzsiságot, hiúságot és nagyavágyást. Hoppá, a népnek megint csak meg kell változni, és majd aztán részt vesz a hatalom gyakorlásában. Ezt örökölték a francia forradalmák, ezt örökítik át a 19. századra. Forradalmára a következő nemzedékében annyian népszerű lesz a proletár név, hogy Louis Auguste Blanqui, kiírhattam volna, Blanqui új, francia forradalmár, leghíresebb összeesküvő, 1832. januárjában a bíróság előtt is proletárnak vallotta magát, ez 30 millió francia foglalkozás, akik kezük munkájából élnek, akiket megfosztottak a politikai jogaitól, ő sem a nagyipari munkásságot érti ez alatt, hanem a szegényeket. Ugyan nem a kétkezű munkájából érte, anyja és bátyja anyagi támogatásából. Ő már a modern hivatásos forradalmár, minden nagyobb francia forradalom előtt, 30-as forradalom, 48-as forradalom, 70-es forradalom, Párizsi kommün, előtt kirobbantott egy-egy fölkelést, és minden nagy forradalom börtönbe találta. Ő volt a bebörtönzött, ki állandóan összeesüléseket szőtt. Babeuftől veszi át azt a tanítást, hogyha a nép nem követi leghívebb védelmezőit, a forradalmárokat, akkor egy szűk körű összeesküvés. Babeufék az egyenlők összeesküvése, Blanqui pedig a évszakok társasága, a családok társasága, a legkülönbözőbb neveken hivatásos forradalmárok szűk körű összeesküvésével puccsal akart átvenni a hatalmat, majd utána közölni a néppel, hogy neki vette át. Mind 48-ban, mind 71 után azt hangoztatta, hogy még ne rendezzenek választásokat. Esetleg a nép mondjuk konzervatívokra szavaz, esetleg a jobb oldalra szavaz. Hát meg kell ismernie esetleg a papokra, hallgat a papokra, esetleg vallásos, még ilyet. Meg kell ismernie igazi pártfogóit a népnek ahhoz, hogy sose hallgattak rá, hál' Istennek, úgyhogy mindig rendeztek választásokat, ahol kiderült, hogy a francia parasság és városi lakók többsége a konzervatív pártokra szavaz. A forradalmak mindig meglepődnek, hogy a nép lehet konzervatív. Lehet, ne adj Isten vallásos, ugye? Fantasztikus gondolat. Jó. Ő fogalmazott így, itt már idősebb korában is látjuk, nem sokat változott az a tüzes pillantás. Mivel a társadalom állapota rothat, ahhoz, hogy egészséges állapotba kerüljön, erős gyógyszerek kellenek. A népnek bizonyos ideig forradalmi hatalomra lesz szüksége. Itt vagyunk a diktatúránál, csak nem mondták ki. Jó. Hát, ami igazából elterjed és hatás lesz, Marx és Engels nézettei, az ő képeiket én nem hoztam el, mert mindannyian ismerjük Marx és Engels, hogy nézett ki, gondolom, talán legfiatalabbak. Az ilyen fiatalok nincsenek is itt, akik ne láttak volna Marx és Engels képeket. Tehát számtalan radikális elfogadja, hogy a forradalom győzelme után ideiglenes diktatúrát kell bevezetni, egyre többen nevezik proletárnak a dolgozókat. Hogy kikapcsolta össze a proletár és a diktatúra szavakat, ezt nem tudom. Engels azt hiszem, hogy állítólag Marx barátja József Weidemeyer alkotta meg a proletár diktatúra kifejezést. 1852-ben a proletariátus diktatúrája címmel publikált egy cikket. Az Egyesült Államokban megjelent egy német nyelvű labban is. És ezzel Marx egyetértett 52 válasz levelébe, és 52. március 5-én levelében mondja azt, hogy az osztályharc szükségszerűen a proletariátus diktatúrájához vezet, amely átmenet lesz az osztály nélküli társadalom felé. Nem dolgozza ki részletesen ezt Marx, egyáltalában. Akárhol keresjük, ezt nem találjuk meg. A Gotai program kritikáját szokták idézni, összesen ennyit mond. A tőkés és kommunista társadalom között van egy időszak, melyben a tőkés társadalom forradalmi úton kommunista társadalommá alakul át, ennek megfelel egy politikai átmeneti időszak is, melynek az állama nem lehet egyéb, mint a proletariátus forradalmi diktatúrája. Na most a marxisták nemzedékei ezen vitáznak ezek után, mit értett ezen? Kautsky és Martov, tehát a mérsékeltebb német és orosz szocialisták azt mondták, Leninnel vitázva, hogy Marx számára a proletár diktatúra nem egy konkrét politikai szervezet, nem egy öldöklő központi forradalmi kormányzat, hanem egy társadalom osztálytartama. Tehát ahogy a
békés burzsoá társadalom voltak éppen lényegileg burzsoá diktatúra marxisták szerint, akkor a proletariátusé, az proletár diktatúra lesz akkor is, ha erőszakmentesen vezetik be. Na, ezt nem fogadták el. Ez az erőszakmentesség az elterjedt Angliából, ahol először emelkedik meg a dolgozók életszínvonala, majd Franciaországban, ahol már Jean Jaurès a békés parlamenti harcokat hirdeti a század végén. Németországban szintén a ipari forradalom győzelmével Bernstein azt mondja, hogy a mozgalom minden, a végcél semmi. Parlamentáris választásokkal kell átvenni a hatalmat. Már nem álmodoznak többet harcokról, utcai küzdelmekről, barikádokról, kivégzésekről, giotinról, forradalmi terrorról. Csak egy országba, ahol nem jött létre ilyen átalakulás, ahol a társadalom nem szokott hozzá a képviselethez, a cári Oroszországban maradt fenn ez a terv. Jó. Igazából Marxék még meg is bírálták a párizsi kommun vezetőit, az egyszerűenül alkalmazott terrorért. Marx kicsit megszépítette a párizsi kommunt, azt mondja róla, hogy a tagjai, kommun tagjainak többsége munkás vagy a munkásosztály elismert képviselője volt. A párizsi kommun, tehát a kommun tanács tagok fele tartozott a munkásosztályhoz, a többi kis tulajdonos és értelmiségi volt. Marx még el is ítélte a terrort, amikor a kommunt leverték, utána persze védelmezte őket, de 71. szeptember 4-én Engels Marxnak írt levelében azt írja: terroron átláll olyan emberek kormányzatát éltjük, akik rémületet keltenek, pedig megfordítva olyanok uralma ez, akik maguk vannak megrémülve. A terror nagyrészt haszontalan kegyetlenségekből áll, amelyeket olyan emberek követnek el önmaguk megnyugtatására, akik maguk félnek. Tehát ez a Marx és Engels alig értett volna egyet a terrort szükségesnek tartó bolsevikokkal, leninistákkal, ugye? Ezt csak ezért akartam. Történelem nem igazolta az ortodox marxizmus tételeit, a proletariátus, a munkásság életszínvonala fölemelkedett, proletariátus nem lett radikális forradalmár szocialista, hanem hazafias, nacionalista, nemzeti célokat követett, viseletébe a polgársághoz igazodott, háromrészes öltönyt, kalapot viseltek az igazi munkások a század végén, a szakmunkások, jó. Szocialisták többsége lemond a forradalmi erőszakról. Kivéve egy olyant, hát Vlagyimir Iljics Lenin, valószínűleg ilyen volt 17-ben, amikor leborotválta a szakállát, bajuszát és Finnországba menekült, mint tudják, de hát a festményeken így nem ábrázolhatták, úgyhogy így ábrázolják a festményeken. Ezen itt Stalin, Sverdlov és Dzerzsinszki van mögötte, a sztálinizmus lebontása, megtagadása után viszont újra festették, és akkor már rendes munkások állnak mögötte, ugye? Szóval Lenin fogalmazza meg azt, hogy a proletár diktatúra kulcsfontosságú kérdés. A munkásosztály önmagától kizárólag a szakszervezeti tudatosság szintjéig tud eljutni. Ez a Mi a teendő című 1902-es röplyatában fogad. Tehát a munkások akarnak magasabb fizetés, jobb munkakörülmények, általános közoktatás, választójog, az mind-mind smafu, az csak a szakszervezeti tudatosság szintje, a forradalmi tudatosság kívülről kell bevinni, mondja Lenin, a forradalmárok élcsapata által, ez lesz a kommunista párt. Ez lesz a szocialisták még így fogalmazott, de hát a bolsevik nevet vette föl, és az őrült ellenfelei elfogadták a mensevik nevet, holott ők voltak többen, tudják, bolsevik, mensevik, többség, kisebbség. Lenin követői mindig kisebbségben voltak, és az ellenfelei elfogadták magukra nézve a mensevik kisebbség nevet. Ez már eleve jelzi, hogy kik fognak elbukni ebbe a küzdelembe, ugye? Jó, tehát egy vas fegyelemmel így fogalmazott, hogy a proletár diktatúra kérdése olyan nagy fontosságú, hogy aki elveti vagy csak szavakban ismerje, nem lehet a szociáldemokrata párt tagja. Lenin rendszeres munkát követelt a pártszervezetben a pártagoktól. Ki tud rendszeres munkát végezni? Nem az, aki 8, 10, 12 órát melózik egy gyárba, hanem az, aki hivatásos forradalmár, ugyebár. Tehát így lettek a bolsevikok. Nem kell részleteznem az eseményeket, ugyebár. Ez egy... nem jut eszembe a francia, amerikai, Andy Warhol ábrázolta így Lenint egy könyvborítón, és képzeljék, nem ezt tették a magyar kiadásra. Nagyon haragudtam rájuk, nem is fogyott az a könyv, jó, zseniális. Ez a kedvenc képem Leninről különben. Jó. Hatalom megszerzése után pedig a marxista párt, Lenin szerint,
nyugodtan figyelmen kívül hagyhatja az életlen tömegek akaratát, ez a lényeg. Sőt, meg is kell tennie, írja Kolakowski, most fog megjelenni a Rubikon intézet kiadásában Leszek Kolakowski lengyel filozófus tanulmánygyűjteménye, ebből idézek. A proletár tudatosságnak eféle koncepciója szerint a szellem felett gyakorolt diktatúra teljesen igazolható. A párt valójában jobban tudja a társadalomnál, melyek a társadalom valódi, vagyis nem empirikus kívánságai, érdekei, gondolatai. Ha pedig a párt szelleme egyetlen vezetőben testesül meg, ezt Lenin fogalmazta meg így, mint a társadalmi egység lemulassa bennük kifejeződés, el is jutottunk a végső egyenletig. Igazság egyenlő proletár tudatosság, egyenlő marxizmus, egyenlő a párt ideológiája, egyenlő a párt vezetők ideológiája, egyenlő a főnök döntéseivel. Az az elmélet, mondja Kolakowski, amely a proletariátust kiváltságokkal ruházta fel a megismerés terén, tehát proletariátus, a forradalmi csoport, a fejlődés, a jövő képviselője, stb. Abban a kijelentésben kulminál, hogy Sztálin elvtárs sohasem téved. Remek megfogalmazás szerintem. És mi lesz, hogyha egy munkás komolyan veszi és bele akar szólni? Az, ami Kumbéráikkal történt 19-ben, igaz? Egy tüntetés során 19 áprilisában balról kritizálták Lenin magyar tanítványait. Kumbéla akkor kijelentette, hogy nem csak a burzsuázi ellen kell fellépni, de a proletariátus ama rétegeivel szemben is, amelyek deklasszálódnak. Aki minket kritizál, az deklasszálódik, még a munkás is, igaz? Borsányi György valaha betiltott kiváló Kumbéla életrajzában találtam ezt a részletet. Mit mondott a tüntetés kapcsán Kunfi Miklósnak? Azt én Taknyos Jánostól nem teszem függővé, hogy milyen lesz a magyarországi proletariátus sorsa. Aha. Tehát, hogy a munkás megy utánuk, akkor munkás, ha a saját véleménye, akkor Taknyos Jánossá degradálódik. Gyönyörű, gyönyörű elnevezés. Kumbéla mélyen megérdemelte azt, amit kapott. Na, de ezt most hagyjuk. Itt, mint Szent György ábrázolják az ellenforradalom legyőzőjeként, itt véleskező szörnyetekként hullahegyeken, Trockij semmi se különbözött Sztálintól, csak abban, hogy hát maga szerette volna gyakorolni a hatalmat. A politikájának a lényegét Sztálin végül is kisajátította, átvette az erőltetett iparosodást. Azt nem lehetett volna máshogy megvalósítani, mint terrorral és diktatúrával. Tehát lehet, hogy Trockij talán a bolsevik vezetők között nem végeztetett volna ki olyan sokat, de hogy terror és diktatúra a munkások és parasztok körébe lett volna, az szinte tuti. Hát Sztálinról sok időnk most nincsen, úgyhogy nem akarok róla mesélni, de ez a kép sok mindent elmond. Ez a kép vált először közismerté, aztán már így jelent meg, amikor az egyiküket kivégezték a vezetésbe, aztán egy későbbi könyvben ez a kép jelent meg. Nem én vagdaltam le ezeket, ezek tényleg látják különböző képek, és végül csak Rykov maradt. Rykov halál után pedig levonta egy festő a következtetést, és megfestette úgy, ahogy volt. Tudják, hogy mi történt, máig vitatkoznak a áldozatok számán. Sztálin azonban csak kispályás, hát ki ez a kis baba? Ez Hitler, ami csak azért érdekes, mert maga korában, itt Hitler ott van a jobb szélen, igen, még más a bajusza. Hitlert a maga korában forradalmának tartották, de olyanok, mint Raymond Aron, ez a francia liberális filozófus 30-as években kiment Németországba, és azt mondta, hogy itt valami nagy társadalomnak az egységesítése zajlott le, a régi porosz arisztokráciát, kiváltságokat felszámolták, tehát még akkor ezt a forradalmát sokszor használták Hitler kapcsán, amerikai újságírók is, aztán amikor kiderült a náci rezsim szörnyűségei, akkor ezt a dicsfény övezte forradalmát szót, ezt már kevésbé alkalmazták, de a kortársak annak tartották őt, jó. Hát ez most itt nem akarok kitérni, viszont itt a díjnyertes, aki a diktatúrákban a vezető szerepet játszotta, ha a Guinness rekordok könyve felsorolja, ki ölt meg a legtöbb embert, akkor bizony Hitler csak egy szánalmas harmadik helyen van. Bocsánat, egy ember is túl sok, tudom, de sajnos itt 10 milliókban számolunk. Hitler a harmadik, Stalin a második, és Mao az első. Mao Tse-tung, ott az egész kínai forradalom, hát azt nem kell ecsetelni, hogy az orosz forradalom lényegek polgáráború volt, mert azzal kezdődött, és abban győztek, kész. Hogy aztán utána Sztálin külön polgárháborút vívott a parasztság ellen, ezt máig nem nagyon hangsúlyozzuk, de a kolhozosítás idején hát rendszeres fegyveres harcok dúltak vidéken is. Hadseregek vonultak föl gáz bevetésével, repülők, szörnyűség. Na most az igazi, a Mao-nak a kínai történelme a 1910-es évektől a 40-es évek végéig semmi másból nem áll, mint polgárháborúk sorozatából.
nem tudok itt felsorolni. Ilyen szép festmények készültek róla, ugyebár gyönyörűek a Vörös Hadsereggel, a nagy menetelés során. A valóság az, hogy elraboltak paraszt fiatalokat, és éjszaka nadrágjukat elvették, hogy ne tudjanak megszökni. Borzalom volt az egész. Ez egy francia újságnak 2007-es francia, nem mondtam, hogy rá fogok lépni erre, 2007-es francia újság összegezte Mao áldozatainak a alsó hipotézis és a felső hipotézis. Az agrárreform 46-53, tehát ez már a győzelem után, igaz, mikor átveszik a hatalmat, 2 és 5 millió közötti halálos áldozat, a városok elnyomása 1 és 3 millió, és a legszörnyűbb ez a nagyugrás, amit nem is olyan közismert. Kínaiak ma bevallják, hogy a nagyugrás idején legalább 30 millió halott volt. Ha ők ezt most bevallják, akkor szerintem volt az 2-szer annyi is. A francia újságban 20 és 43 millióra tették, 59-61. A világban nem zajlott háború. Nem, ez nem a korai háború, korai valamilyen háborús veszély. Ez egy békeidőszak, amikor kommunista a vezetés, kitalálja, hogy átalakítják az egész vidéket, kommunákat hoznak létre, teljes köztulajdonba vesznek mindenféle termelési eszközt. Az eredmény a hullahegyek lettek természetesen. Ugye vissza is kellett lépni. A kulturális forradalom halálos áldozata, hogy 1 és 3 millió az igazán szinte semmihez képest, az is rettenetes időszak volt. A tibeti elnyomásnak 800 ezer, hogy a táborokban hányan haltak meg, ezt máig nem tudjuk. Tehát a tömeggyilkos diktátor körébe a győztes az mindenképpen Mao Tse-tung. Jó, hát azt hiszem, hogy lassan eljutok a végére, de hogyha bajok voltak, a Mao megfürdött a Yangtze-kiangban, nagyot úszott, és akkor minden rendben volt, hogy a vezér milyen életerős. Lassan jöttem rá, hogy Vörös Sándornak van egy bűbájos mesejáték, a holdbéli csónakos. És ebben van egy ilyen vicc, hogy a Vitéz László áruhába össze-vissza beszél mindenféle hülyeséget, és azt mondja, hogy jaj, de szomorú lettem, eszembe jutott szegény nagymama, akinek a születésnapjára nagypapa átúszta a Yangtze-kiangot. Szegény nagymama nagyon sírt, akkor más ajándékot szeretett volna kapni. Egy biciklit. Milyen szomorú történet. Yangtze-kiangot születésnapra átúszni. Hát ez az állítólagos politikamentes költőnek egy nagyon-nagyon szép szatírája. Hát aztán tudjuk, hogy az amerikai kormányzat végül is elfogadta a kínai hatalmat a nemzetközi helyzet kiegyensúlyozására, és ennek a Mao Tse-tungnak elképesztő hívei voltak a 60-as években Nyugat-Európában, ez ma már szinte felfoghatatlan. Egy magyarázaton semmit se tudtak, hogy mi zajlik Kínába, aki kiment, az el volt ragadtatva, Simone de Beauvoir-tól kezdve másokig. Amikor kiderült, hogy mi volt, akkor a baloldaliak találtak még egy forradalmat a világban, amit viszont isteníténi kellett, már csak azért is, mert szép fiúk voltak a vezetőik. Mindig mondom a tanítványom, amikor tanítok, hogyha valaki forradalmá lesz, hogy csak jó külsővel legyen az, mert csak akkor válik ikonná. Nem akarok felsorolni pár magyar forradalmát, akikből sose vált ilyen ikon a külsejük miatt. A kubai forradalom az nagyon szépen indult, és hát hogy győzött Fidel Castro? Úgyhogy Mexikóból áthajózott 21 néhány fő, a Granma, a nagymama nevű hajón, mindjárt legipuskáztak közülük a parton néhányat, bevetik a hegyekbe magukat, és lassan-lassan egy partizán háborúval a városokból merített más pártokától kapott segítség révén Batista megijed, ahogy azt a Keresztapa 2 című filmben látjuk, és újévi ünnepségen elhagyja a várost. Igen. Amikor egy politikus megkérdezte a győzelem után Castrótól, mikor lesznek választások, ezt a választ kapta: amikor az agrárreform befejeződött, amikor minden gyermek ingyenes iskolába jár, és mind az orvosi ellátáshoz, mind az orvosságokhoz hozzájut. Később úgy fogalmazott, hogy mivel a népé a hatalom, nincs szükség választásokra. Ez egy klasszikus, szép forradalmi kifejezés. Tulajdonképpen képzeljék el, ez a nagy francia, minden nagy francia forradalomból jön, nem minden, de majdnem. Sziely ez abbé, mi a harmadik rendszínű röpjatában van, hogy ha a nemzet áll előttünk az akaratával, akkor aznak nem lehet ellenállni, amit a nemzet akar. Na most egy 28 milliós nemzet az nem áll elénk az akaratával, de a képviselői vannak felruházva ugyanazzal a mindenható akarattal, amivel a nemzet. Vagyis Sziely ez abbé kimondja, hogy
A parlamenteket, a képviselőket nem kell ellenőrizni, ők képviselik a nemzeti akaratot. Most kisebbség akarata elvész tulajdonképpen, mert ha ezt elfogadjuk, ha a nemzet akarata a parlamenté, akkor a parlament többségének az akarata, akkor a többség pártjának a vezetői, és így tovább is eljutunk ide, Fidel Castroig. Hát Che Guevara halála után nagyon klasszul fel tudta használni ezt a Guevara képet, és így tartotta a beszédeit. Kedves nézőink, a Köztérben a történelem polgárháborúiról, a nagy diktátorokról hallhattak előadást. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.